Sziasztok PC Guru nézők, itt ülünk Kristoffal, Steel Saint-tel. Hello, sziasztok! És most már tényleg nyakig belevetjük magunkat az októberi Halloween-i horror dömpingbe, ami most a Brutal Legend után stílszerűen a Dead Space, ami ugye hasonló időszak, ez még az ilyenek az az időszaka, amikor új IP-ket bemertek vállalni, ráadásul egészen érdekes IP-ket, ilyen volt a Dead Space, amit mondjuk megelőzött némi pletyka, mert hogy eredetileg System Shock 3-nak mondták, hogy azt készítik. Méghozzá egy még durvább, még ijesztőbb System Shock 3 készült volna, ami aztán végül is Dead Space lett. Igen. És azért tegyük hozzá, hogy ugye azt hiszem ez volt előbb, mint a Brutal Legend, tehát ez 2008-as. Igen. Sőt, amikor kikerül a videó, a mai nap ünnepli a 11. születésnapját, hogyha jól számolok. Végül igen, ahhoz is időzítettük lényegében, hogy akkor már igen, ez legyen az első véresbeles, illetve hát nem az első, mert a Brutal Legend végül is már beletartozik ebbe a sorba, de hát ez nem kifejezetten horrorjáték, a Dead Space viszont maximálisan. Igen, úgyhogy megint jól fog jönni a letekert hang, most hálásak lehetünk majd neki. Hát itt a kép is, meg az, ahogyan jönnek ezek a nekromorfok, az is már azért eléggé brutális. Igen, igen. Hát ugye Resident Evil volt hatással a fejlesztőkre elég komolyan, és akkor azért változott így a koncepció. Amiért egyébként nem győzünk szerintem eléggé hálásak lenni, mert hogy a Dead Space az a mai napig ez az egyik legjobb túlélő horrorjáték, akció horrorjáték, és mint sci-fi horror meg, hát szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy talán a legjobb. Még az Alien Isolation sem. Hát azért... Jobb, talán az nagyjából ez a kategória. Az a kategória, igen. Sőt, igazából az is sokat elmondó róla szerintem, hogy én alapvetően nem kedvelem annyira a horrort, meg nincs is hozzá idegrendszerem és szívem, ugye? De hogy ezt például még New Game Plus-szal is végigjátszottam, mert van valami ruha, amit csak akkor tudsz kioldani. És így nagyon menő volt, és így a életem értelmét láttam abban, hogy én kioldjam azt a ruhát még. Tehát, hogy ennek többször is neki mentem én is. Bár mondjuk a halhatatlan ellenfél az konkrétan rémálmokat okozott még pár évig. Nem csodálom egyébként, tehát hogy ilyen nagyon brutál ellenfelek vannak, amik végig üldöznek a játékon konkrétan. Tehát a Resident Evil ezek után ilyen gyerekmese. Igen. Főleg ugye azt, akit kilöksz az űrbe, feldarabolsz, hajtóművel elégetsz, és így mindig talál érkezést visszajönni. Vagy hogy mondjam. Igen, én is szerettem. Az, és amikor már ott a polcokat kell tologatni, hogy gyorsan, hogy menjél el, az valami csodálatos rész volt. Hát ugye egyébként ez itt most még csak a kezdet nagyon, tehát most megérkeztünk, nem tudjuk, hogy mi történt, és akkor... Fogalmunk sincs itt a véges folyosó kellős közepén. Nem, még soha egy horrorfilmet nem látott itt senki, meg egy horrorjátékot sem játszott végig. És... amit mondtál még visszatérve a szörnyre, tehát hogy tényleg annyira frusztráló, konkrétan szó szerint frusztrálja az embert, hogy folyamatosan jön, üldözi, nem lehet elpusztítani. Csak így csendben, békésen léteznék, ő meg nem hagyja, tehát, hogy voltak ilyenek. És amúgy, ha már sci-fi, akkor ugye szerintem említsük meg, hogy maga a főhős neve is Isaac Clarke. Az ugye két igen nemes, vagy neves sci-fi szerzőből lett össze, akkor Isaac Asimov és Arthur C. Clarke, vagy C. Clarke. Tőlük amúgy a mai napig érdemes olvasni, hogyha úgy vagytok vele. De megmondom őszintén, én például Asimovtól nagyon féltem, meg én már az ilyen modernebb sci-fiken nőttem fel, a gyorsabb tempó, stb. És ahhoz képest az alapítvány mai szemmel is egy teljesen szórakoztató könyv. Tehát ha esetleg kimaradt volna az életetekből, akkor itt a Dead Space szülinapján lehet pótolni. Igen, művelődjetek is egy picit. Igen, abba kevesebb ilyen csápos cucc van. Tehát az a szív kimélőbb, vagy hogy mondjam. Maguk a nekromorfok is egyébként eléggé ilyen, hát, kellemetlenek. Így rosszat tesznek az ember bioritmusának, maradjunk annyiban. Igen, szerintem lassan menekülni. Igen. Hogy is mondja, igen. Így, és akkor...
Tehát, hogy rosszat tesz az ember bioritmusának alapvetően, és nagyon jó. Tehát amellett, hogy azért ezzel a fény és sötétség, tehát a fényjáték a hatásokkal, ahogy játszanak a fejlesztők végig, tehát ez is meg lehet figyelni, az a villódzás, meg bezárt részek, ez egy az egyben ugye ilyen alienes, tehát Igen. ahogy játszanak vele, amellett nagyon jó pofa ez a testrész levagdosás végül is lőfegyverrel Igen, igen. tulajdonképpen, És amúgy, mert hogy úgy kell. igen. Pont ma reggel néztem, amikor ugye teszteltem, hogy megy egyáltalán a játék, hogy ugye a legtöbb ilyen túlélő horrorban a fejre kell lőni, itt meg a testrészeket kell levágni. És érdemes megfigyelni, hogy a fejlesztők hány kis apró jelet raktak el, hogy mit kell csinálni. Például ugye itt van egy felirat egyből a legelején, hogy cut off the limbs, és ezt a következő fél órában így 5 percenként megismétlik. Különböző rádióadásokkal, túlélő üzenetekkel, végül a társaid is megmondják, hogy le kell vágni a lábakat. Tehát, hogy nagyon, nagyon a biztosra mentek. Igen, és akkor ez meg... Aha. Ezt csak simán Igen, kinyitottuk. csak most próbálgattam meg a... Ja. Jó, ez megint olyan, ami nekem nem volt triviális, nem tudom hány évvel a végigjátszás után, és én például taposgattam itt egy kicsit a dobozokat. Na, de ezeket lehet széttaposni. Egyébként az, hogy a hogy megy egyáltalán a játék, tehát hogy azért ez a mai napig tök jól néz ki a maga módján. Megvan a stílusa, az biztos. Tehát hogyha megnézed így a ruháját, meg ilyesmi, azért nem mondanám azt, hogy még mai szemmel sem, hogy csúnya. Igen. Jó, kevésbé részletes, mint mondjuk akár már a harmadik rész például, mert hogy ez is már azért jóval jobban nézett, na és akkor így lehet És szana akkor szép. itt van a Picit klasszikus beakad. játékmenet. Na még egy picit rá is taposunk, Igen, és meg akkor is itt a lehet gór azért taposni. az eléggé Azaz. látványos. Azért repkednek mindenhova, még így beakadás nélkül is amúgy. Na hát így darabokra szedtem. Hát a jó tanácsot megfogadtad. Na és akkor ez ahogy megy ugye, és ahogy így rávetül az árnyék meg a fény, Igen, amúgy teljes, tehát rohadt hogy jó. a mai szemmel nézve sincs semmi baj ezzel a grafikával. Vagy hogy Meg mondjam. az atmoszféra maga. Igen. Tehát És ugye ez a igazi. hárommal ellentétben itt még az atmoszféra is megvan. Még a kettő is jó volt egyébként szerintem. Igazából még a hármat is élveztem, de hát annak már köze nem volt ez a túlélő horror, sci-fi horror dologhoz, hanem az már egy ilyen Igen, akció hát horror volt. akciójáték volt. Igazából azt hiszem a három a egyik fő fegyvered az már nem is ez a plazmavágó, hanem a gépfegyver. És azért ez sok mindent elmond a Igen. különböző stílusokról. Ja, mondjuk a fejlesztők is elmentek így az akciójátékok felé. Tehát így nem is értem igazából, a Dante's Inferno az még tök jó volt, mint God of War klón. Aztán volt ugye Battlefieldjük is. Ja, nekik volt az a modern Fú, cuccuk. az hagyjuk is azt a A zsabos... Heist, vagy... Hard... Valami Hard volt, nem? Valami hard, igen. Hardline. Hardline, Azaz. talán. Hogy felejthettem el a Hogy klasszikus lehet? Hardline-t? Tehát ez így elég volt, azt hiszem, a béta belőle, és akkor így be is fejeztem a pályafutásomat vele. Ugye Dante's Inferno-nál voltak pletykák, hogy lesz majd folytatva, mert hogy a többi helyszín is fel lesz dolgozva, nem csak így a bugyor. De aztán abból végül is nagyon nem lett semmi, sajnos. Igen. Hát amúgy a visszaállnak a legtöbb projektje, főleg úgy a vége fele, az már így jellemezhet, hogy nem lett belőle semmi sajnos. Hát igen. Tehát, hogy őket ugye 2 éve zárta be az IE Miért ne talán. kéne egy valami? Majd ott mindjárt kinyitják neked az ajtót. Ja! Én csak feleslegesen rohangálok itt. Ah, Ott ki is igen. nyílt, igen. Ezért rossz, hogy nem hallunk egyébként semmit, mert... Ott a feligat. Jó, hát szerinted én azt figyelem. Az a lényeg, hogy most a... mi ez? Tehát, ugye alapvetően a háttértörténet szerint amúgy mérnökök vagyunk, akiket azért küldtek ide a USG Ishimura-ra, hogy megjavítsuk. És hát végül technikailag az fog történni. Az ott függ szempel fog kelni. Olyan.
láthatjuk a precíz beavatkozásokat. Először felrúgtam, lerúgtam, aztán utána pedig Igen. darabolok. Ja. De hát ugye mi itt most végig mérnöki beavatkozásokat fogunk végezni, mondhatni. Ja, én azt hittem, hogy operációra értem. Na, figyelj, itt a következő. Itt is megmondják, hogy le kell vágni a ja, tényleg lábaikat. Ott a felirat. Olyan picik a feliratok, hogy abszolút elkerül a figyelmemet. Amúgy szerintem a másik irányba kell menni most még. Jó. Ja. És ugye... meg volt egy ajtó. Eleve maga a háttértörténet is amúgy tök érdekes, így horror meg minden nélkül. Mert hogy ugye ez a USG is, amúgy a hajó, ahol vagyunk, ez konkrétan bolygókat szed szét nyersanyagért, de így egy az egybe. Ugye már maga ez is nagyon tetszik nekem, vagy hogy mondjam, ez a teljes háttértörténet, ami háttérvilág, amit összeraktak hozzá. Hogy ugye a kettő az pedig a Titán maradékán játszódik. Ugye az volt az első ilyen bolygó, amit szétbontottak ezzel például, tehát hogy ezért itt a szörcsögő, csápos cuccok mellett van egy egész komoly háttérvilág is. Ez ugye nem véletlen azért, hogy rajzfilm is készült belőle, rajzfilm. Képregények is vannak belőle, tehát hogy azért építgették ezt a sztorit a három játékon kívül is. Igen, meg azért Isaacnek ez a sisakja, ez elég jellegzetes, ez a világítós cucc, tehát hogy ez is valamennyire beépült a hát popkultúrába, lehet talán így mondani. Mostantól lehet akkor lassítani. Igen, mert hogy ugye ilyen speckó cuccokat is össze lehet szedni, meg lehet fejleszteni a magát a páncélzatot, meg a fegyvereket, tehát hogy azért ilyen minimálisan ilyen kis fejlesztésekkel Igen. RPG elemeket is beleraktak. Igen, például, tehát hogy azért tovább gondolták a lőd le a lábát LOL koncepciót egy kicsit mondhatni. Tehát vannak ilyen kvázi logikai részek is, általában pont ezekhez a javításokhoz köthetők. Tehát például ugye most megyünk kiszedni a vonatot a helyéről, ahol nincs neki keresni valója, ott is majd ilyen időlassítással kell variálni. És igazából szerintem ez elmondható a teljes játékról, hogy azért variáltak a készítők. De ott vannak például a zero gravitációs séták. Igen, az is. Tehát, hogy azért ki van használva ez a környezet. Ki kell menni ugye így az űrbe lényegében. Ja. Hát, vagy ha nem is az űrbe, a megsérült részek. Hát, technikailag az űr jön be hozzád, szerintem. Mert, hogy ugye de van, amikor a hajótesten is kell menni. Van? Emlékszem olyanra, igen. Aha. Arra gondoltam. És akkor talán jönnek ilyen meteoritok, meg ja, ilyesmi. Ja, tényleg, amikor... Aha. Sőt, azt hiszem az egyik boss is kín van. Igen, volt valami boss is meteor elhárító ágyút kell igen. bekapcsolni, és azzal lövött szét. Talán a másikban, vagy a harmadikban volt. Nem, az itt van szerintem. Igen, itt az elsőben. Szerintem. Ennyire emlékszem az elsőre, mert egyébként semmire nem emlékszem már ebből sem. De nekem is most ugott be, hogy te mondtad, hogy azt tudom, hogy nagyon sokat szívtam azzal a résszel a meteoritok miatt. Lehet egyébként. És így a gyermekkori traumák visszaköszöntek. Igen. Meg hát ugye az, hogy ahogy megyünk itt, ugye folyamatosan gyűjtögetni kell krediteket, ilyeneket, azt el lehet venni a boltba. Tehát, hogy azért vannak itt mélységei a játékmenetnek, úgymond. Abszolút. Aha, és akkor itt lesz. Neked tényleg a hangulat, nem ilyesmi az, ami így a mai napig szerintem nagyon nagyot tud. Igen. Hát igazából ilyen szempontból nagyon hálásom új sci-fi horrort csinálni, mert hogy egy űrállomásnál, vagy egy űrhajónál izoláltabb környezetet nem tudsz találni egyszerűen. Tehát, és igazából ezt itt is nagyon jól kihasználták. Hát meg tényleg az Alien iskolából tanultak nagyon sokat azzal, hogy így a szűk folyosók, járatok mellé ezek a vészfények és egyebek. És ezzel nagyon nem is lehet mellélőni. Igen, tehát. Csak én tudok mellélőni maximum. Az ő még lépjél rá. Persze, nem. Na, sikerül. Nem nagyon bízom bennük egyébként általában, főleg, hogy később... Na, ugye? Ott. És később hányszor van az, hogy így elmennél valaki mellett, és akkor már alakul át? Igen. Ez nem olyan egyszerű ez.
nem szeretem, meg bemásznak ezeken a lyukokon, meg a Az, nyakadba vetik magukat, és akkor egyre kisebbek is vannak, hú, nem. A kicsiket beutáltam. Ugye? Sőt, a kettőben voltak azok a kis robbanó babák. Ó, ott is jött egy kollega. Milyen kár, hogy nincs hang, és nem üvölt a fülembe. Ja, szeretnéd meg? Igen, légy szíves, pótolnád ezt a hiányosságot. Már, hogy én üvöltözzek, hát vagy kapcsolod. Hát így belehűlsz a fülemben, amikor itt beúrik valaki. Annyira élvezném. Hát én is. Nem itt van az, hogy elkezdenek beözönleni? Vagy nem. Jó. Nem, kicsit kezdek parázni. Igen, amúgy, ha a nullánál több ilyen ja, szellőző az... járat van. Hogy is. Igen, és akkor... Ott fönn lesz a azért be, mondom, ugranak be így, igen, és akkor be kell kapcsolni. Látod, én is pont így voltam a meteoritta. A traumák visszaköszönnek. De most tuti, hogy jön valaki, nem jön senki. Most annyira adná magát, hogy nyakamba ugrik egy-kettő. Lehet ez még csak a felvezetőkör. Itt még ilyen nyugalmas a játékmenet. Hála az égnek. Na azért kaptam párszor szívinfarktust. Amikor végigjátszottam ezt a háromat. Ja, és akkor még ugye ott van, jó, az már csak ilyen mellékes, hogy amit adtunk már teljes játéknak, a Lost Planet 3, mint nem hivatalos Dead Space folytatás. Na, mondom, csak igen. Ott van az. Hát ott csak kérni kell, és már jönnek is. Hát én nem kértem, de azért köszi. Aha. Azért, látom, ez is azért megvan, hogy ahogy meghal valaki, 180 fokos fordulat. Hát, ha hát mert ugye még nem is hallom, ugye, hogyha valaki még esetleg mondjuk a hátam mögött ott támad. Igen. Hát, ha... Még parább. Vagy nem tudom, hát nem parább, mert azért elég para az, amikor hallod. Az az. De szóval a Lost Planet 3 az tök jó volt egyébként. Mm-hmm. Az is ilyen jeges cucc, szóval. Nem? Ilyen jeges, akkor meg be is be lehetett szállni, és akkor ezzel zúzni. Igen, és akkor vissza kell menni. Igen. Most már, hogy megvan a cucc. Most megjavítottuk a vonatot, most lehet hazamenni. Vége volt a játéknak. Lehet bondezni. Ajajaj. Ja, jó, igen. Talán nem kéne megölnöm magam. Igen. Főleg úgy, hogy a mentési pontokat nem használtuk. Hát nem, mert ugye... Most itt minek. Viszont van mentésed, ugye? Később. Aha. Csak egy medikittet belőttem, azért biztosan biztos. Nézzétek meg, hogy én itt játszom a túlélő horrort, és akkor valaki így benyúl, és benyom nekem egy őcsomagot. Néha azt is kell, azt hallottam. Mikor te adjam át? Valamikor hát, amikor gondolod. Hát, most is nagyon szívesen átveszem, hogyha... Mert amúgy élvezem, tehát hogy tök jó tényleg még most is. Aha. Hát szerintem ott, ahogy most majd beszélünk, és akkor beindítjuk a cuccokat, akkor átadom. Jó. Igen, tehát, hogy amúgy berántja az embert. És igazából szerintem ez a, úgymond, igazi klasszikusoknak az egyik jellemzője, hogy igazából nem számít, hogy eltelt 11 év, ugyanolyan semmi. Szórakoztató. Semmit, abszolút ugye semmit. Brutal Legend is nagyon jól el volt. De ide szerintem még kell valami. A databoardot még meg kell. Szóval volt? Ha visszamész, akkor arrafele lesz. Az semmi is. Nincs. Valami volt itt egy ajtó, ami eddig be volt zárva, és most már igen, nincs. És akkor most kéne azt kell. Lehet, hogy erre? Uh-huh. De szerintem... Ez talán? Aha, ez jónak tűnik. Azért nem sok minden elmékszem, néha-néha beugrik valami. Hát ugye nekem is csak azért ilyen nagy a pofám, mert ezt végig... Te már ismételtél. Igen. Lestél egy picit. Igen, vele lestem. Mondjuk annyival tovább én se jutottam, tehát hogy amikor ezt a csodálatos alaplapot visszaviszem, ott lett vége. Jaj, ezt szerettem, igen, azt a részt. Na én ebben nagyon gyanútlanul belesétáltam reggel. És így ott már meg is jött a főnök. Na, essél már szét. Na, szét van már. Tudod, nem bízom bennük. Ja. Hát nagyon bizalmatlan vagy ezekkel a új emberekkel itt. Na, így. Hogyha feje leesett, akkor már úgy nagyjából megbízom benne.
Ne, ez pont az, ahol a fejét simán leveged. Tudod, amikor rádakaszkodnak, Na. és lelököd őket magadról, akkor is úgy kezdődik, hogy leveged a fejét, és ugyanúgy jön tovább, tehát. Jó, hát ezek a nekromorfok, ezek eléggé csúnya arcok. Eléggé szívós élőlények. Na, nézd meg, és csak jönnek. Az egész környéken ugye a... Nem, ez a palack az nem robban? De. Igen, csak most még nem tudom, ugye... Azt akarna. Azt akartam volna, hogy így magamhoz vonzom, tudod, meg eldobom. Csak azt még nem tudom. Ja. Ó, hát igen. Pedig azok is jó mókák, tehát azok a fizika is tök jó benne, és nagyon jókat lehet ezzel szórakozni. Tehát olyan pusztításokat lehet benne végezni, hogy ez valami. Ja, igen, amikor felkapod a csápjaikat, és azokat vagy azzal hozzájuk. Igen, az tehát azért... Ezt is fegyverként lehet használni. Igen, tehát, hogy azért megjöttek az emlékek. Most már azért elég legyen. Fekszik, nyugszik, kulturáltan szórakozik. Így. Na. Az derik. Rász hozzá. Mai suhancok. Hát nem lehet velük mit csinálni. Nem lehet nyugodtan javítani a hajót. Ide jönnek, belepofáznak. Mindig a akadékoskodás az nagyon megy. Hangoskodás. Deathmetalt hallgatnak, aztán hörögnek össze-vissza részegen. Igen. Ah. De mondjuk azért kíváncsi lennék, hogy ezeket a ládákat, amiket széttaposol, ezeket így a normális funkciójukat hogy töltik be? Tehát, hogy azokat direkt azért rakták oda, hogy szét lehessen taposni, ha kell valami, vagy... Hát gondolom, valami eszközzel ki lehet nyitni, tehát, hogy valamilyen csavarkulcsal, vagy valami ilyesmi. Egyébként azt hittem, hogy azzal jössz majd, hogy kíváncsi vagy, hogy ezekkel a ládákkal, amiket én csak így szétcsapkodok, meg taposok, vajon mennyit dolgoztak azok, akik készítették, ja. És akkor én pedig idejövök, és szétrugom. Hát azok után, hogy a készítőket szétvágott plazmavágóval, szerintem a dobozok azok... mellékesek. Sőt, még bele is rugok, bele is taposok. Bele tapicskolod. Szívtelen vagyok. Vadállat. Na. De hát muszáj tényleg ezeknél. Jó van már. Pedig most biztos kiírta volna, hogy le kell vágni a lábukat. Meg biztos valami fontos dolgot írt ki, amivel nem foglalkoztam, és most nem tudom, hogy hova kell menni. De át is adom akkor neked. Ja. Hát köszönöm. Végül is azt a részt, amit én így... Aha. Na nézzük, mivel tud... Aha! Át kell állítani, igaz? Opa. Lehet. Nem felejtettem. Jó, hál' Istennek ez békén maradt. Na akkor... Control. Ja, control. És akkor ott is van az Y. Aha, oké. Na. Jó, elfogadom. Nem. Akkor... Igen. B, de még mindig nem jó. Options. Controls. Á. Most jó? Elfogadtad? Aha. Ja. És mivel váltasz vizet? Ahogy köszönöm. Pont úgy. És mivel töltök újra? Alva. Hoppá. Ez nem... Ja. Aha. És igen, az X-el lassítasz. Jó. Igen. A Q betűt majd néha megnyomnád, hogyha haldoklok, mert az a medpack. Jó, oké. De azt nem is tudom, melyik gomb most elfelejtettem. A Q? Nem, a kontrolleren. Hát közben vigyázz azért. Semmi baj, ezt megkérjük, hogy fáradjon el a lifttől. Igen, ne álljon az ajtóba, pont most tesztelgettem. Nagyon udvariatlanság. Busz szimulátor játékot, és ott néha el kell hesegetni az embereket az ajtóból. Így? Hát nem pontosan így. Nem ez a te bevett módszer? Nem ez az EU szabvány? Nem. Ott van. Valószínűleg el is veszik a... jogosítványodat, vagy nem a jogosítványodat, hanem az engedélyedet. Képzeld el, valaki nem száll le időbe, akkor plazmavágóval rámész, és aztán még le is lövköd, és letaposod a francba. Szerintem biztos örülnének. Igen. Hát a BKV hőskorát megidézni egy kicsit a mozdulat. Na. Online egyébként olvasható a Busz Simulatorról is a cikk. De ott egyébként nagyon... Tehát ott azért normálisabbak az emberek, mert hogy nem az van, hogy így átalakulnak, meg szétszednek, meg hörögnek, meg egyebek. Kihagyott zicselnek érzem egy kicsit. Ja, ugye? Tehát ez azért a buszon szintén. Azért úgy adná magát, hogy... Látszik, hogy németek csinálták, és nem a metrópótló lelkes résztvevői.
Igen, lehet, hogyha magyar játék lenne, akkor kicsit másképpen alakulnának a helyzetek. Tehát, hogy tehát tegnap este is néztem, hogy valaki hangosan hallgatja a zenét, és szólni kell ilyenkor neki, hogy ugyan már legyen szíves letekerni egy kicsit a hangerőt. Végig sétáltam a buszon, néztem mindenkit, fiatalok el voltak, középkorúak el voltak, leghátul egy idős néni ücsörgött, fején a fejhallgató, és akkor neki ott hangosan szólt a dinomdánom. Na, és közben amúgy itt láthatjuk a fejlesztési részeket, ugye különböző képességfák vannak, amiket felveszünk, ilyen kis modulokat, azokat lehet ide beilleszteni, és amúgy nincs szív tépőbb érzés, mint amikor egy ilyen üres helyre kell berakni egy modult, mert hogy az nem csinál semmit. De ugye amíg nem rakunk ide, például addig nem rakhatunk ide se. Hát igen, és ami fontos, az ugye az életerő, a damage, tehát ezek a legfontosabbak. Hát a damage a legfontosabb. Igazából az egy indirekt gyógyításnak is felfogható, hogy gyorsabban öljük meg. Hát, hogyha nem jut el odáig, hogy megsebezzen, aha, akkor ugye... Na, látod? Már nem érdekes, hogy mennyi az életed, az idáz. Megjött a főnök, kis mókamester. Jó. Imádom ezt a darabolást benne. De az meg... Na. És kúszik, mászik. Aha, nagyon-nagyon szimpatikus. Kap. Igen. Megmondom őszintén, amíg te játszottál, addig jobban tudtam szimpatizálni ezekkel az új emberekkel itt. Pedig már akkor megmondtam, hogy csak a gond van velük. Hát, akkor isznak. Meg... Isznak. Nem, hojjaj. Ja, hogy még te isznak is. Isznak és vandálok. Igen, jó, meg vagyunk. Meg, aha. Hát ezek a mai fiatalok, nem tudom, mit lehet velük kezdeni azon kívül, hogy feldarabolod őket. Péntek délután vannak. Péntek délután, már 3 szívrohamon túl vagyunk a játéknak, hála, de ezt nem mutatjuk. Hát 10 szívrohamon már a játék előtt már túl voltunk, nem ettünk, éhezünk, tényleg szomjas vagyok. Milyen jó, hogy mondom. Ezt legalább meg tudom oldani, a pacalpörköltet mégsem eltem. De hogy nem. Vagy egy jó kis kolbász szalonnával, meg erős paprikával. Dobtál lootot? Nem láttad dobott lootot? Nem láttam. Jó, akkor most már. Csak ráfeküdt, jó. Ja. Ilyenek ezek. Kis szemérmesen ráfeküdt. Mert ugye a ellenfeleket nagyon jól ki lehet ismerni, ha dobnak lootot, akkor halottak. Tehát, mondjuk igen, ez azért van egy ilyen kis apró játékmechanikai segítség. Erre is ma reggel jöttem rá. Amikor valaki nem dobott lootot, én meg oda sétáltam, hogy megtaposom a hulláját, és végül nem pont ez történt. Na. Logika bug van benne. Igen. Na, és akkor most már be lehet üzemelni, igen. Úgy is van. És amúgy azok ott a társaink, még a hajóról, hogyha emlékeztek el, ők igazából szerintem többször is látjuk őket, nem? Tehát, hogy mindig ilyen közel, de azért távol van. Igen, meg hát videókapcsolatban megvannak. Ő szokták mondani, hogy mit kell megjavítani, jellemzően mindent. Lótifuti, igen, tehát ez a metróval ide-oda megyünk, vagy vonattal, és akkor erre az állomásra, arra az állomásra, ezt csináljuk, azt csináljuk. Tipikus. Igen. De meg mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy azért a pályák is igen, hogy mondjam, sokrétűek. Uh-huh. Tehát, hogy többször is van az, ugye, mint például azért itt is látjátok, hogy ugyanazokra a helyszínekre jutunk újra meg újra vissza, de igazából így nem annyira idegesítő vagy monoton. Nem, egyáltalán nem, szerintem nagyon jó megoldották. Mert hogy mindig vagy az van, hogy a történet vezet oda, és elhiszed, hogy neked dolgod van ott, vagy van benne valami csavar például. És hát igen, tehát hogy igazából a különböző helyszínek között vonatokkal lehet majd közlekedni, és igazából attól függetlenül is vissza lehet ide jönni, hogy mit csináltunk, vagy az már csak a 3-ban volt? Na, erre már nem emlékszem. Azt tudom, hogy minden részben ugye csomó mindent még belevezettek, tehát hogy ilyen nagyobb terület, pláza a rész. Hát ugye a 2 az már egy űrállomás, óvoda, vagy bölcsöde. Hát azok bölcsödések voltak inkább. De igen, tehát hogy a 2 az már ugye egy űrállomáson játszódik, a 3 meg a bolygón effektív, meg előtte egy ilyen roncsmezőbe. De most függetlenül attól, hogy akciósabb irányba elvitték a 3. rész, minden részben valami extra fejlesztés, valami újdonság azért mindig került bele, meg
meg az, hogy ne legyen az az érzet, hát, hogy most ugyanazt játszod megint végig. Ajajajajajaj. Az ott eltáncolt. Szerintem ott még a buli tart egyébként, tehát Ja. isznak, táncolnak, és még így az utolsót látod, hogy elsétált. Ajajaj, megint elsétált. Meg a Kíváncsi többiek után. vagyok, rám jön-e harmadjára. Nem, de Na most most... megzavartad. Na. Most... Elvesztett. A kutyi! Hoppa! Hopp, 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 hol van a kitérés gomb? Hogy lehet elgurulni? Ugye... Gidgul. Igen. De jó. Dobtál lootot, te szerencsétlen. Na. Jó. Ah, ott van. Ott van. Ez amúgy azért is fontos, mert mégiscsak lőszer. És mondjuk ez annyira nem túlélő horroros, mint a Resident Evil szerintem, tehát hogy itt effektív nem szabad elfutni mellettük, hanem nekik kell menni. Hát itt nem nagyon tudsz elfutni sokszor. Hát az elejét leszámítva. Aha. Mert hogy tényleg annyira szűkek a helyek, és néha annyira sokan tudnak jönni, hogy már csak amiatt sem. Meg azért... Viszont a lőszerre nagyon kell vigyázni, én úgy emlékszem, persze nem legkönnyebb fokozaton, vagy ilyesmi, de hogy azért tud szivatossá válni, hogyha nincs elég lőszered. Lehet, hogy most még az elején vagyunk. Na most még az elején azért persze. Azt... Később azért fogynak. Az erősebb fegyverekhez kevesebbet kapsz, időnként muszáj elővenni ugye a klasszikus fegyvert is, akkor azt is fejleszteni kell. És úgy rémlik, hogy azért néha küzdöttem vele, legalábbis nehezebb fokozaton, hogy minden meglegyen. Meg hát fogynak igen az EU csomagok is elég csúnyán. Nem is az EU csomagok, hanem a helyi menedzsment. Hát a helyi menedzsment is. Tehát, hogy ugye látjátok, hogy fix a igen, nem lehet inventoring. Igen. Mondjuk ezen csúnyán meglepődtem reggel, mert ez konkrétan nem maradt meg, pedig most már emlékszem, hogy milyen jól szórakoztam, hogy még egy csomag a géppuskához, az nem kell, inkább a plazmavágó legyen. Tehát teljesen jól el lehet, anyád, úristen, itt esel ide. Fáradjál elfele. És az olyan, amikor na. Vagy ilyen nulla gravitációs részeken, és a falon ezek ott kapaszkodnak, megköpködnek. Nekem is az volt a kedvenc részem. Na, még valaki? Na, tesáim. Nem. Onnan se. Hát akkor ennyi volt a játék, köszönjük, hogy velünk tartottatok, visszajöttünk a hajóra. Igen, már végig is játszottuk, ez egy ilyen egy speedrun volt lényegé, Halloween-i speedrun. Anyám. Vagy mégsem? Ajaj. Hát lehet, hogy van valami objective probléma. Mi? Funkcionálisnak tűnik a... Kicsit túlságosan bekapcsoltad szerintem így a fűtést, tehát hogy probléma. Amúgy mérnök a karakterünk, azt mondtam már. Ezek után és te is lényegében. Igen. Itt most két BMS diploma, meg nem tudom hány egyéb diploma dolgozik a hajó bekapcsolásán. Hát ezt buktad. Vagy buktátok. Nem. Ó, hát jó szórakozást. Na hát az... Jó, hát ez semmi. Semmi, hát ez csak kettő. Fáradjál le a földre. Tetves. Úgy is van. És mögülem se jön senki. Jó. Na hát oda látom, hogy repül az a fos. Oké. Nem oké. Tesám, álljál már le. Na az... De jó a fizikája a játéknak. Na. Akkor de ez milyen kedvesen megugrott lábad alá. Igen. És persze, hogy most szól. Mi történt? Semmi, beindítottam a hajót, gyertek, ti is, nagyon jó. Hajónál partizunk. Konkrétan megszűnt létezni ez a hajó, azt nézem. Hogy ott az, ja igen, ott az egyik darabja. Oda is jutott belőle. Na hát, ez van. Hajtómű újraindítás tutoriál, így nem kell csinálni. Erre a részre nem is emlékeztem, hogy ez lesz. Ez erre én... Én eleve, amikor leszálltam, azt hittem, hogy mondom, rosszul emlékszem, hogy itt lángol minden, meg ilyesmi. Ja, és csak akkor beugrott, hogy majd később? Nem, amikor visszajöttél, akkor ugrott be, hogy te itt örültél, hogy akkor most végig is játszottál. Jó, hát nyilván nem. Tudom, csak hogy akkor ugrott be, hogy ha, most jön a csavar. Aha. Hatalmas csavar, hogy nem mész el. Hogy nincsen fél óra után vége a játéknak. Micsoda meglepetés. Hú, azért képzel, az milyen lenne. Egy ilyen jó, azért Far Cry 4-es alternatív befejezés. És akkor DLC-n vehetsz hozzá missziókat. Ne adjál ötleteket nekik, mert... Gondolod, hogy megnézik a videót, és a következő rész az már így fog készülni? Hát a követ... Na,
Egyébként tényleg örülnek neki, hogyha lenne egyszer valami hasonló dolog. Azért a Viszkarának, tehát amiket az utóbbi időben csináltak, hát nekik ez állt jól, tehát ebbe zseniálisat alkottak. Tehát látszódik, hogy ez benne van a vérükbe, ehhez értenek, és utána ilyen Hát meg tényleg hardline. a Highline-ba egyszer lelőttem egy helikoptert RPG-vel, szóval azt a játékot szeretem. Az a kedvenc Battlefield. Egészségedre, jászd életed végéig. Ajaj. Én semmi jónak nem vagyok az elrontója. Aha. Na. Igen. Maradok a Bad Company 2-nél. Hát... Az jó volt. Nem tudom, én nem vagyok nagy Battlefield-es. Igazából az ötöt is csak azért vettem elő, mert ugye van Battle Royale traktorokkal. A legfontosabb. Hát de most... Amúgy az jó volt, tehát... Most mutass egy másik Battle Royale-tól, konkrétan tüzérségi csapást lehet mérni az ellenfeleidre. Még az Apex Legends sem tudja ezt megcsinálni. Nem pedig... vagyok egy nagy Battle Royale-os, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudok mondani példát. Az a lényeg, hogy a menő emberek a PUBG-vel játszanak, a többiek meg a Fortnite-tal. Én ezekben a harcokban nem megyek bele. Nem. Én a Call of Duty-ban is csak egy 10 kört mentem a Battle Royale módban. Ajajaj. Nem, tényleg nem az én műfajom, úgyhogy... Úgyhogy kiadjam. Inkább ez az én műfajom. Ez is milyen jó lenne Battle Royale-nak. Ledobnak 100 ilyen... Jaj, mert a kóp se kellett volna igazából. Nem, amúgy nem. Tehát azt én se értettem, hogy... Itt ez a magányossága és elszigeteltsége épülő, túlélő horror TPS-ünk, mi kéne bele? Coop mód. És ez a... Igen, igen. És a nyílt terepet ne hagyjuk ki. A szabadon bejárható jöhajóban. Azzal még nem volt annyira bajom. Nem, amúgy az igen, tehát... Az feldobta egy egész, picit. Ó, és itt a store, ahova mindig visszarohangáltam, hogy legyen menőbb ruhám. Ezt tudom, azt. Igen, és akkor lényegében itt van az, hogy beszállunk, és megyünk a következő helyszínre. Hát és ezzel tulajdonképpen be is fejezzük. Így igaz. Tehát a metrózás örömét azt már fedezzétek fel ti. Meg ajánljuk nagyon a játékot. Ajánljuk, igen. Például a EA az, nem tudom, hogy még mindig ingyen adja, de régen ugye On The House volt. Mondjuk azt már megszüntették, sajnos. Viszont a EA-nek a előfizetésébe, az Origin Access-be nyilván ez is beletartozik, sőt szerintem a 2 és a 3 is. Neked Steamen is ugye Steamen elérhető. Is elérhető, tehát hogy szerencsége nem az van, hogy bányászni kell mindenhonnan elő, hanem egy elérhető, nem is annyira drága játékról beszélünk, gondolom már nem az. Nem, és hát klasszikus, tényleg most már tényleg egy időtálló klasszikus, hát láthatjátok ti is azért, hogy megvan a hangulata, megvan minden lényegében. Tényleg egy ilyen nagyon... karakteres, nagyon szórakoztató sci-fi túlélő horror. Úgyhogy tényleg vágjatok bele, szó szerint. Azaz, hasítsunk bele. Megírjátok meg, hogy melyik a kedvenc epizódotok, illetve hogy a stílusban, műfajban, tehát ez a sci-fi horror, túlélő horror műfajban melyik a kedvencetek. Hát leginkább sci-fi horror, mert hogy azért itt lesz meg más horror játék is. Továbbra is tudjuk ajánlani magazinunkat. Ugye megjelent a legújabb számunk, teljes játékkal, exkluzív interjúval, illetve hát a Total Warszág a legújabb epizódjának a leleplezésével és azzal kapcsolatban minden információval. Kövessetek minket, iratkozzatok fel, csengő, nem hoztam csengőt. A csengőt nyomjátok meg, mert az nagyon fontos, különben jönnek a nekromorfok. Igen, mindenkinek külön, saját bejáratú nekromorfot küldünk. Vagy ha nem nyomjátok meg a csengőt, akkor megyek és bekapcsolom nálatok is a hajtóművet. Én vigyáznak a helyetekben. Láthatjátok, hogy milyen effektíven megy az. Köszönjük, hogy néztetek minket, remélem jól szórakoztatok. Sziasztok! Sziasztok!